Mondjátok, miért vagytok itt? Munka és kapcsolati problémák. Én azt mondanám, hogy házassági gondjaink vannak. Szerintem nincsen. Kommunikáció? Tökéletesen működik, nagyon sokat beszélgetünk. Soha nem kommunikálsz velem, Andreas. Mert ha beszélünk, mindig veszekedés a végén. Azért veszekszünk mindig, mert neked mindig igazad kell, hogy legyen. Mert általában neked van igazad. Na látja, ennek is sem értelme. Fiúkért, tudom sírni kár. Az egyik elhullott, majd lesz helyettem másik négy. De nem tehetek róla, szívem csak is érte ég. Ezt mondja, gyere szép lány, teszi itt az eszét. De tudom, hogy a kamu mögött érző lény. Megint itt most újra kér egy utolsó esélyt. Hogy hányadik az, azt már nem is számolom már rég. Ezt nem is számolom már rég. De érted, élek, jól tudom, hogy nem kéne elhinnem minden szót. De tudd meg, kérlek, én vagyok az, aki te belőled kihozza a jót. Kihozza a jót. Kihozza a jót. Veszekedés, szívtad a vérem, és ezt nem hagytam. Fájt, hogy minden percben el kell mondjam azt, hogy mi a baj. Én szeretem, ahogyan nézel, ő egy szexbomba. Utána mégis azt érzem, ő írte illet. Nem, nem, én nem akarom ezt, mert csibész a vérem, nem teheted ezt. Én nem vagyok itt el egy verév gyerek, én oda teszem magamat, ami van veled. Mégis a válla, a szája, a csípőjének a jó mozgása kell. Istenem, mondd meg, mit tett velem ez a nő. Istenem, mondd meg, mit tett velem ez a nő. De húzod a szád, hagyd a dumát. Te is jól tudod, hogy te vagy a hibás. Hagyjad már magadat, minden nap, papi csak ugyanaz. Kajakra ellenem vagy, de belül meg meg vagy halva. Értem, ez a baj. Én komolyan ejtem azt, hogy te más vagy. Megettem mindig a kamu dumádat. De bármit is csinálok, nem bírom nélkül. De bármit is csinálok, nem bírom nélkül. De érted, élek. Semmi. Ez csak ennyi. Nem tudom, mennyi ez fullasztó amúgy. Lehet, ez kicsit sok lesz oda. Na,